Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt az indirekt műsora, és a stúdióban köszönhetem Vitézi Dávidot, az LMP és a civilek főpolgármester jelöltjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon sok kérdéssel készültem, úgyhogy gyorsan bele is húzok. Először a kampányjal kapcsolatban szeretném kérdezni a, fő, főpolgármester jelölti kampányjal kapcsolatban, ugyanis ez a kampány egy picit ilyen kétarcúnak tűnik a külső szemlélő számára. Egyrészt a három fő jelölt, aki versenyzik egymással, Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely és ön, tudom, hogy van más jelölt is, de önökön van inkább a hangsúly. Itt látni egyfajta ilyen pártpolitikai kampányt is, és egyébként az ön ami van, amiben egy picit más, egy ilyen szakértői kampánynak tűnik. És kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy most hogyan látja a választások előtt pár héttel, mennyire jön be, úgymond ez a stratégia, hogy ön úgy döntött, hogy nem a pártpolitikára teszi ebben a kampányban a hangsúlyt. Én csak erre vagyok képes. Én nem a pártpolitikai világból jövök. Én vagyok az egyetlen olyan jelölt, akinek egyébként nincsen mellette valamilyen a politikához köthető állása és pártpolitikai háttere. Én az elmúlt másfél évben szakértőként dolgoztam jellemzően külföldön ezeket a munkáimat, most nyilván felfüggesztettem, és így vágtam neki a főpolgármesteri versenynek, és mivel én húsz éve szakpolitikai ágon szakemberként foglalkoztam közlekedési, urbanisztikai kérdések kapcsán Budapesttel, én nem tudok másféle kampányt vinni, mint szakmapolitikait, szakpolitikait. Nekem van egyedül részletes programom, Szentkirályi Alexandra programja 7 pontból áll, és kiférés alátétre, Karácsony Gergely programja 10 pontból áll, és az is kiférés alátétre, mindegyik ilyen egy soros mondatokból áll. Múltkor megnéztem, hogy ha a két programot egymás alá bemásolom, akkor még marad hely egy rövidebb versnek a egy A4-esen, és még mindig kifér egy darab A4-es oldalra a két főpolgármester programja. Tehát nem összehasonlítható azzal, amit mi szakpolitikai csapatunkkal összeraktunk, ez egy 101 pontból álló részletes, a főváros minden ágazatára, a kultúrától, a közösségi közlekedésig, a BKK rendészet javaslatától, a sétálható rakpartokig és a panelprogramig bezárólag számos ágazatra kiterjedő szakpolitikai program, ez letölthető a honlapomról a vitezidavid.hu címről egy 160 oldalas szakpolitikai vízió, és ez nem csak úgy program, hogy vannak benne konkrét ígéretek, persze azok is vannak szép számmal, hanem egyrészt a főváros közéletét legjobban foglalkoztató kérdésekben a Városligettől a Rákos rendező vagy a repülőtéri vasút ügyeig mindenhol lefektettük azt, hogy mi a mi szakpolitikai meggyőződésünk, amit a fővárosi közgyűlésben és főpolgármesterként is képviselni fogok, fogunk illetve számos olyan pont van benne, ami inkább elvi megközelítés, hogy mondjuk az zöld felületek megóvásáról, a műemlékvédelemről, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, hogyan gondolkodunk, amelyek inkább elvi alapok ahhoz, hogy mindenki láthassa, hogy a legfontosabb budapesti kérdésekben mégis hányadán állunk és mit gondolunk erről. És egyébként a program elkészítésébe bevontunk budapestieket is, volt egy lehetősége minden budapestinek, hogy véleményezze és javaslatot tegyen. Majdnem 6000 észrevétel jött be, úgyhogy mi nem plakátoztuk tele a várost, ez Alig kevesebb, mint amennyit a főváros alakú gyűlésére kapott, amivel teleplakátozták az egész várost. Tehát ez egy érdemi, komoly bevonási hatással, eredményel bíró közösségi programalkotás volt, és rengeteg kiváló észrevételt kaptunk a budapestiektől. Tehát én nagyon büszke vagyok erre a programra, és én csak így tudom csinálni. Nyilván a budapestieknek az lesz a választási lehetőség hogy a 20 éve ismert lemezt teszik fel újra, ahol Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor jelöltjei Karácsony Gergely és Szent Király Alexandra közül választanak az országos pártpolitikai preferenciáik szerint egyet, vagy esélyt adnak annak, hogy Budapestnek egy olyan főpolgármestere legyen, aki nem miniszterelnök akar lenni, nem az országos pártpolitikai meccseket akarja lejátszani Budapesten, hanem Budapest fejlesztése az első számú célja, és nem ugródeszkának tekinti a főpolgármesteri feladatkört, hanem egy lehetőségnek arra, hogy Budapestet fejlesszük. Ez az én ajánlatom. Nebe majd mélyebben is bele fogunk menni, de hogyan látja, hogy Budapestnek mire van szüksége? Egy szakértői polgármesterre van szüksége, aki átlátja a problémákat, van javaslat arra, hogy hogyan lehet ezeket megoldani, tehát tudja azt, hogy egy szervezeti szinten mit kéne csinálni a városban, vagy pedig egy úgymond politikus polgármesterre van szükség, aki ezeket a harcokat, meccseket akár például a kormányjal le tudja játszani. Budapesten rengeteg olyan kérdés van, ahol részben a szakértelem, részben az, hogy nem az országos pártpolitikai világ oda helyezett képviselője valaki, az igenis nagyon sokat segít. Azért, ha megnézzük, Karácsony Gergely most az utolsó napjaiban ennek a kampánynak, vagy hát a, egy hónap van hátra, tegnap Salgot Arjánban kampányol, Dobrev Klárával, ma este, hogy itt fölveszük ezt a beszélgetést, a Tabánya főterén fog kampányolni szintén Dobrev Klárával, és a Demokratikus Koalíció országos kampányát viszi, nem is foglalkozik Budapesttel, és nem is mond el semmilyen víziót Budapestről, hanem a DK e, Európai Parlamenti kampányát viszi, és hol Magyar Pétert, hol engem támad éppen a mai napon is. Tehát ő egy országos politikus, akinek egy célja van, az általa képviselt pártszövetséget, a DK és a Magyar Szocialista Párt Szövetségét minél sikeresebb országos politikai pozícióba juttatni. E, és már most arról beszélt Salgó a főpolgármester, hogy majd 2026-ra hogy kell összefogni megint az országgyűlési választásra. Én ezzel radikálisan ellentétes szerepfelfogást képviselnék. Én nem akarok beleszólni, hogy melyik párt kivel fog össze a parlamenti választáson, hogy hogyan és miként kavarják az országos politikát, hanem Budapest főpolgármestere szeretnék lenni, aki reggeltől késő estig minden áldott nap azzal foglalkozik, hogy hogy lehet elérni, hogy mondjuk egy példát mondjak, tép tegnap jártam ott, a Kelemföldi Aluljáró ne úgy nézzen ki, mint ahogy ma kinyit, Ez egy tíz éve elkészült csomópont, a négyes metró kapcsán készült el, gázolni lehet a szemétben, koszos minden, a mozgólépcsők nem működnek, nem csak tegnap nem működtek, hanem hetek, hónapok óta nem működnek. A olyan szintű elhanyagoltság jellemzi egy tíz éve elkészült infrastruktúráját is Budapestnek, hogy az egész egyszerűen lehangoló. Ugyanez a helyzet Kőbánya Kispesten, ahol a mávos rész az katasztrofális, de a bkv s rész, amit a bevásárlóközpont átépített, koszos, szemetes, nem működik se a lift, se a mozgó lépcső. Tehát itt most nem csak az a vitám karácsonyi, Budapest nem fejlődik eléggé, az is vitám. De hát azt sem tudják működtetni, fenntartani rendesen kellő odafigyeléssel, ami, ami, megépült az elmúlt tíz évben. Tehát szerintem Budapesten radikálisan más szemléletű vezetésre van szükség, és igenis a részletekre oda kell figyelni, oda kell figyelni arra, hogy hogy működik a BKK, hogy működik a hajléktalan ellátás, hogy működik az önkormányzati rendészet, ugye itt egy fontos javaslatom a BKK rendészet létrehozása, hogy milyen állapotban vannak az utak Budapesten, és igenis a főpolgármesternek ezzel kellene foglalkoznia, és nem salgótarjában kampányolni a Dobrev Klárával. A minap jelentette be a fővárosi listáját, milyen szempontok alapján ők, ők, ők állították ezt össze? Hát pontosan azon szemlélet mentén, amiről most itt az előbb beszéltem, hogy egy alternatívát kínáljunk a, a demokratikus koalíció és a Fidesz listájához képest, hogy ne csak ebből a két hát már elég jól ismert politikai ajánlatból lehessen választani Budapesten, hanem legyen egy olyan lista, amelyik nem pártpolitikusokból áll, hanem kifejezetten legalábbis nagy többségében olyan szakemberekből, akik akik valamit már letettek Budapesten az asztalra. Nagyon sok ilyen van ezen a listán, nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így össze hozni. Szilágyi Anna kolléganőm, aki ugye ő a lista harmadik helyezettje, aki urbanistaként dolgozik nagyon régóta, és számos nagy budapesti beruházás kapcsán a részvételiség, az érintettek bevonások kapcsán van tapasztalata. Merker Dávid, aki egy kulturális szakember, és a Hosszú Lépés nevű városi séta rendszernek és programnak és szolgáltatásnak a kialakítója, kitalálója, számos könyvszerzője, számos díjjal elismert kulturális szakember, csantogája ki egy Balázs Béla díjas filmrendező, és hát szerintem az egyik, mondjuk a rendszerváltás óta Budapest talán legismertebb és legtöbbet fotózott köztéri kortárs emlékművét a a, a, a nyilas terror áldozatainak emléket állító Dunaparticipők emlékművének az egyik alkotója, és egy kiváló kulturális agy és kreatív ember, vagy éppen Barta Márton, aki aki a Corvinus Egyetemnek a stratégiai vezetője, és hát a legsikeresebb felsőoktatási fejlesztésnek az atya és irányítója volt a Mérensi úti kampusznak, ami nemrég készült el. Tehát azt gondolom, hogy Budapest fejlődéséhez, Budapesten a jó sztorikhoz hozzátevő szakemberekből áll ez a mi listánk, és én azt kérem mindenkitől, aki aki hajlandó arra, hogy megfontolja azt az ajánlatot, hogy ne a két nagy pártpolitikai tömb valamelyikének adjon most ezen a választáson, legalább a fővárosba bizalmat, hiszen az EP-n, meg a kerületekben erre még mindenkinek van módja, de hogyha legalább a fővárosban egy esélyt adnak a választók annak, hogy meghaladjuk ezt a fajta logikát, és adnak egy esélyt főpolgármesterjelöltként nekem, akkor kérem ezt listán is tegyék meg. A Vitézi Dávid a Budapestért Egyesület és az LMP közös listáján ezt meg tudják tenni, és akkor a közgyűlésben annak a programnak, amiről eddig beszéltem, minél nagyobb tá támogatottsága tud lenni. Most ugye nem tudom, hogy mennyire köztudat, vagy mennyire folyt ez így le a társadalomnak különböző rétegeibe, de egy picit változik itt a budapesti közgyűlésnek majd az összetétel. Le egy törvénymódosítás Igen. kapcsán. És például ezt a változást, hogy a polgármesterek automatikusan nem lesznek a közgyűlésnek a tagjai, hanem listáról fognak majd bekerülni a Budapesti közgyűlésbe, ezt ön pozitív fejleménynek tartja? Amikor ezt megváltoztatták, én alapvetően azt mondtam el, hogy ezt azért nem tartom pozitív fejleménynek, mert ez a pártpolitikát csak közelebb hozza a fővárosi közgyűléshez, azért a kerületi polgármesterek, hiszen mégiscsak egy kerületet képviselnek, mégiscsak a felhatalmazásuk révén nekik az egész ott élő közösséget valamilyen módon meg kell jeleníteniük. Érdekeltek abban, hogy a dolgok haladjanak és ne álljanak, hogy ne partalan viták legyenek. Azt gondolom, hogy mégiscsak valahol azt testesítették meg inkább, hogy a budapesti közgyűlés az inkább a megoldásokról, és ne a pártpolitikai csatákról szóljon. Tehát én azt gondolom, hogy ebből most még inkább pártpolitikai irányba megy el a közgyűlés ennek hatására. De hát lássuk meg ennek az előnyeit, minden változásnak van előnye is, és itt most például az az előnye, hogy, hogy az olyan a kerületi polgármesteri székek megszerzésére nem induló, vagy nem igazán esélyes szövetségek, pártok, listák, civil szervezetek is kapnak esélyt arra, hogy fővárosi listát állítsanak, akiknek a korábbi rendszerben erre nem volt esélyük. Tehát emiatt egy elég széles kínálatból lehet majd választani, azt hiszem tíz lista közül lehet választani a Fővárosi Közgyűlésben. Én azért azt mondanám, hogy, hogy akár melyik ajánlat közül is választ valaki, szerintem azt a listát érdemes támogatni, amelyik főpolgármester életet is valaki támogatja. Mert hát azért választunk főpolgármestert, hogy utána neki a közgyűlésben legyen valamiféle támogatottsága. Tehát, hogy aki Gyurcsány Ferenc listáját támogatja, az nyilván Karácsony Gergelyre szavaz, aki Orbán Viktor pártszövetségét támogatja, az nyilván Szentkirály Király Alexandrára és a Fidesz listára szavaz, aki pedig sem Gyurcsány Ferenc, sem Orbán Viktor országos pártpolitikai ajánlatát nem szeretni Budapesten látni, ott szerintem a, 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 a Vitézi Dávid főpolgármester és a mi listánk az, ami egy harmadik ajánlat tud lenni ehhez képest. Én szerintem nagyjából ez a három logika fogja meghatározni a fővárosi közgyűlés összetételét a következő ciklusban. A közgyűlésnek ez a változása, illetve az, amit eddig láttunk itt az elmúlt években, mind gyakorlat. Ez a logika alapján azt mondatja, hogyha ön lesz a főpolgármester, ön sem fogja megúszni azt, hogy valamilyen szinten pártpolitikai csatározásoknak is a részesévé kell válnia, akár olyan ügyekben is, amik szervesen a városhoz kötődnek. Én nem olyan illúziót szeretnék bárkinek árulni, hogy itt pár politika nélkül fog működni a főváros. Csak legyen belőle minél kevesebb. Én azt gondolom, hogy a döntéseinkkel ezt elő tudjuk segíteni. Hogyha nem a DK-nak vagy a Fidesznek van főpolgármestere, azzal például tudunk egy elég nagyot lépni ebbe az irányba, és ma erre az egyetlen esélyes ajánlat az én főpolgármester jelöltségem. És ugyanígy, hogy a közgyűlésben minél inkább nem azokat a pártokat juttatjuk be, amik a nagy országos meccseiket játszák, és nem érdekli az őket Budapestnek. Budapest. Nekik Budapest egy, színpad, ahol ugyanazt a színjátékot tudják újra e, műsorra tűzni, amit egyébként műsorra tűznek minden más helyszínen, ahol csak lehet, ahol mindig minden arról szól, hogy a kormány és az ellenzék nagy háborújában ki a jó és a rossz, és ezt hogyan játszák le egymással. Tehát szerintem minél több olyan szavazó lesz, aki azt mondja, hogy hát ebből Budapesten kevesebbet kérnénk egy picit, és többet a szakmaiságból, annál nagyobb lehetőségünk lesz arra, hogy ne csak pártpolitikai logikán működjön a főváros. Nézd azért ma az a helyzet, hogy a BKK-t, ami a főváros egyik legfontosabb, legnagyobb cége, a közlekedés irányító cége, annak az igazgatóság elnöke Draskovics Tibor volt, a gyurcsánykormány volt pénzügyminisztere, ha, megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a legutóbbi alkalom, ahol a főváros hivatalosan élt azzal a jogával, hogy felterjeszt törvényjavaslatot tesz az országgyűlésnek, az a közvetlen köztársasági elnök választás ügye volt Novák Katalin lemondása után, amiről most akármit is gondolunk, nyilván ez is egy dékes akció volt, de hát nyilván ez miről szólt, arról, hogy megint országos politikára használták a fővárost. Én azt gondolom, hogy rengeteg ügyben lehetne ezzel a joggal élni. Például, hogy egységes parkolási rendszer legyen. Hogy legyen arra hogy nagyobb felhatalmazása a járművezetőknek, hogy megvédjék magukat és az utasaikat, és nagyobb jogszabály védettséget kapjanak a BKK járművezetői. Rengeteg téren lehet nagy jogszabályokon javítani, eltüntetni a reklámhálókat Budapesten, amik részben törvényi védelem alatt állnak. De miért nem ezekkel foglalkoznak, miért nem Budapest ügyeivel foglalkoznak, miért kizárólag országos nagypolitizálás zajlik, és miért megint vidéken kampányol a főpolgármester, amikor a budapestiek felé kellene pont a kampányidőszakban elszámolnia. Én régóta kezdeményezem például, hogy legyen főpolgármester jelölti vita. Szent Alexandra ugye azt mondta, hogy csak akkor hajlandó vitatkozni, hogy egy Gyurcsány Ferenc is ott van, tőlem hozza, nekem ez nem, 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 okoz problémát, de, de azért egy sajátos válasz ez, és ugye ennek hiányában kitért az elől. Karácsony Gergely pedig minden héten új kifogásokat talál ki, hol azt mondta, hogy majd akkor vitatkozik, hogyha valaki visszalép, Hát visszalépni ő szokott a versenyekben, szerintem itt nincs visszalépés, tehát ez, ez egy kifogás. Azt mondta, hogy majd ha május lesz, most május lett, mégis a, az ATV és az RTL is tett vitafelkérést, ezeket csak halogatják, most talán egy partizán vita össze fog jönni én azon leszek, hogy legyen főpolgármester jelölti vita, én bármikor, reggel, este, délben, Budán, Pesten állva ülve állok Karácsony Gergely és Szentkirály Alexandra rendelkezésére, és persze a budapestiek rendelkezésére, mert azt gondolom, hogy megérdemlik azt a fővárosiak, hogy a főpolgármester számot adjon az elmúlt négy és fél év teljesítményéről, számot adjon arról, hogy mi az, amiért ő a kormányt hibáztatja, és mi az, amiért neki kell a felelősséget vállalnia, mert nyilván Budapesten, Ugye Összezavarja a képet az, hogy egyszerre igaz két dolog, egyszerre igaz az, hogy a kormány sok szempontból szűkre szabta a Karácsony mozgásterét, elvonta a többletadó bevételeit, és így tovább, leállított Lázár János számos fejlesztést, ezekben nagyon sok jogos kritika van, de abban is sok jogos kritika van, hogy Karácsony még az így megmaradt keretek között, az így is több mint 300 milliárd forintos adóbevétel mellett se meg mindent, amit megtehetett volna, hiszen azért az, hogy mondjuk nem működnek a mozgó lépcsők a csomópontokban, hogy tele van minden szeméttel, hogy leszerelték a kukákat, hogy nem sikerült még a városháza udvarát sem rendbe tenni, pedig ez volt az egyik fő ígéret, hogy a rakparton máig nincs egy összefüggő sétány, és még hosszasan, hosszasan sorolhatnám. Számos olyan tétel van, ahol viszont azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek arról kéne számot adnia, hogy, hogy mégis miért nem valósult meg a programjának egy nagyon jelentős része. Én néztem, 135 ígéret volt Karácsony 2019-es programjában, ebből 93 nem valósult meg, ez 70 százalék. Na még itt akkor egy kicsit az országos politika és Budapest, már csak azért is, mert Karácsony Gergely a minap nyilatkozott azzal a kapcsolatban, és önt kritizálta hajléktalannokkal kapcsolatos megjegyzése miatt, és itt arról beszélt, hogy neki van egy politikai értékválasztása, és ő Budapest köztársaságról beszél, ami nem azt jelenti, hogy ez egy külön, tehát hogy, hogy Magyarországtól függetlenedne nyilván Budapest, de mégis van egy nagyon erős ilyen saját identitása Budapestnek, és amikor az értékválasztásról beszélt, akkor ilyen témákat hozott fel, mint a hajléktalan kérdés, illetve a Pride, hogy ő arra, hogyha meghívják, akkor igenis kimegy, mert úgy érzi, hogy a sokszínűség mennyire fontos. Ezek azok a kérdések, amiben ön például nem hallottuk eddig megnyilatkozni, már pedig lehet, hogy a budapestiek erre kíváncsiak, hogy milyen Budapest vízióval rendelkezik, milyen várost képzel el. Fogunk beszélni egyébként a Maxi Dubajról, meg a Kalemföldi kollégiumról is, az is nagyon fontos kérdés, de mégis, hogy önnek mi az értékválasztása? Először is kezdjük onnan, hogy ez a Budapest köztársaság szerintem egy átverés a választóknak. Budapest nem köztársaság, Budapest számos ponton függ az országos gazdaságtól, társadalmi viszonyoktól, és persze a központi kormány és országgyűlés jogalkotásától úgy tenni, mintha itt valamiféle függetlenedés felé lépne el ez a város azzal, hogy karácsonyi Gergely a főpolgármester, ez, ez az ellenzéki szavazók megtévesztése, és ugye hát ez a köztársaság addig ilyen nagyon befogadó és nagyon nyitott, ameddig valaki nem mer elindulni a választáson Karácsony Gergely ellen, hiszen akkor rögtön betolakodónak nevezik. Ugye én amikor bejelentettem a főpolgármester jelöltségemet, akkor egész egyszerűen betolakodónak hívott a főpolgármester. Tehát azért sajátos az a nyitott köztársaság, ahol ha valaki a választáson elmer indulni, azt egyből így hívják. A konkrétumokra visszatérve, ugye ebben a hajléktalan kérdésben azért én azt gondolom, hogy olyasmivel kritizál, ami, ami a budapestiek mindennapi valóság érzetével nem találkozik. Én ugye azt a mondatot fogalmaztam meg, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló. De Karácsony Gergely szó szerint idézem, elküldött a fenébe, ezzel válaszolt, mondván, hogy a hajléktalan az egy jobboldali szó, és hogy ez egy önmagában dehumanizáló. lealacsonyító, dehumanizáló szó. Na most egyrésztről, tehát én ezzel magában sem értek egyet, hogy a hajléktalan szó uh, nyilván lehet sértő módon használni, és soha nem tennék ilyet, Na, de hát az, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló, az azt jelenti, hogy a hajléktalanságban élő embereknek, vagy mindenkinek, aki valamiféle szociális segítségre szorul, mert nem, nem él olyan lehetőségek között, hogy hogy uh, az elvárható higiéniai állapotban szálljon fel a tömegközlekedésre, ezeknek az embereknek nyilván segíteni kell, a szociális ellátórendszerben kell segíteni. Na de a tömegközlekedés nem lehet annak a helyszíne, ahol alszanak, ahol hogy mondjam, a dolgukat végzik el az emberek, hanem ezt másút kell. És az én mondatom azt jelenti, hogy ez a probléma sajnos egyre inkább jelen van a budapesti közösségi közlekedésben, hogy nem tudjuk azt, hogy mivel átított ülésre ülünk le, találkozunk olyan helyzetekkel, ahol a legalapvetőbb higiéniai elvárásoknak nem megfelelő ö, ö, emberek Tartósan a tömegközlekedésen töltik az idejüket, és aztán az emberek próbálják körbetáncolni őket, és, és tényleg olyan viszonyok uralkodnak, amik, amik távol tartják az utasokat a közösségi közlekedéstől. Most aki jár busszal vagy villamossal, én járok minden nap, azok pontosan tudják, hogy amit mondok, az a valóság. Ez egy probléma Budapesten. De attól még, mert elkezdi felháborodni a főpolgármester, nem engem küld el a fenébe ezzel valójában, hanem azokat az utasokat, akik ezekkel a viszonyokkal találkoznak, és azt érzik, hogy nem áll melléjük senki, és azokat a villamosvezetőket, akik szintén ezt érzik, hogy ők, betartatnák a BKk utazási szabályait, amiben fekettén fehérre le van írva, hogy van egy elvárt tisztasági állapot, aminek ha valaki nem felel meg, az nem utazhat. De nem tudják majd ezeket betartatni. Én azért tettem javaslatot arra, és vállalom is főpolgármester jelöltként, hogy létre fogjuk hozni a BKK rendészetet. Egy olyan új önkormányzati rendészeti szervet, ami hatósági személyekből áll, és biztosítják azt, hogy az utazási szabályoknak érvényt szerezzünk. Legyen az, ha valaki nem megfelelő higiéniai állapotban utazik, és összeszennyezi, um, az üléseket, illetve hát tényleg olyan állapotban utazik, ami nem tolerálható a többi utas részéről, de persze van egy csomó más probléma is. Atrocitások történnek a tömegközlekedésen, a BKV járatain havi 60-70 alkalommal vannak súlyos atrocitások, amelyek zaklatásokból, agresszív kéregetésből és hasonlókból származnak. És emellett azt se felejtsük el, ez egy másik probléma, de összefügg, hogy a közösségi közlekedés gyakran akad el szabálytalanul parkoló gépkocsik miatt különböző utcákon. Tehát az, hogy létrehozzunk egy olyan rendészeti alszervet, amelyik a BKK-val együttműködik. A BKK-nak a szirénás autóiba ülnek hatósági jogokkal bíró BKK rendvészek és föllépnek, és elkezdünk rendet csinálni ebben a városban, és a közösségi közlekedés utasait és dolgozóit is priorizáljuk abban, hogy hogyan használjuk ezeket az erőforrásokat, hiszen ma az önkormányzati rendészet legfontosabb feladata a kerékbilincselés, szerintem ezen változtatni kellene. Ez szerintem nagyon is fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy, hogy mondjam, nem egy ilyen értékválasztási vita, hanem ez egy nagyon is racionális vita, ahol láttam felméréseket, a budapestiek 83%-a azzal az állásponttal ért egyet, hogy igenis szükség van BKK rendészetre, és igenis a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló. De ugye a hajléktalanság problémájával egyébként minden európai nagyváros is küzd. Tehát ez nem egy egyéni probléma itt Budapesten, viszont nagyon sokan kritizálták a, úgymond a tarlosféle irányvonalat ebben a kérdésben, úgy fogalmazták ezt meg, hogy ki vannak tiltva a közterekről, mindenhonnan ki vannak tiltva a hajléktalanok. Ön ebben milyen álláspontot foglal el? Mert ezt értem ezt a BKV-s problémát, de mondjuk akár az aluljárók, amik szintén egyébként a BKK területéhez tartoznak, gondolom, azok, ami a helyzet. Egy Egyrésztről azért Nyugat-Európában persze előfordul ez a helyzet, de azért sokkal kevésbé jellemző az, hogy, hogy az egy szemethunyás övezi azt, ami Budapesten mindennapos, hogy valaki mondjuk ilyen állapotban használja a közösségi közlekedést. Tehát akár Stockholmban, akár Amsterdamban, akár Párizsban ezt nem lehet így megtenni, hanem ott föllépés van, és igenis a közösségi közlekedésen, aki nem tartja be az utazási szabályokat, azok nem utazhatnak. És szerintem vannak együttélési szabályok, azokat be kell tartani, mert egyébként azok, akik betartják őket, ők szenvednek hátrányt. Nyilván a hajléktalan ellátásban. Az a fajta rendészeti megközelítés, ami kriminalizálni próbálja a problémát, az nem vezetett semmilyen eredményre, én ezzel nem is értek egyet. Én, az én javaslatom nem ezt, tehát én nem azt mondom, hogy bilincsbe vigyenek el bárkit, csak egyszerűen kérjük meg, hogy ne a villamoson hogy milyen végezze a dolgát, aki esetleg erre, erre teszi, vagy így dönt, hogy hát, ezt teszi, és ez egy ilyen hogy mondjam, kegyetlenül hangzó dolog, de hát mégiscsak oda valaki le fog ülni. Hát most nehogy már ebbe, azt mondjuk, hogy ez, 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 egy lehetetlen, vagy egy embertelen kérdés, hogy a közösségi közlekedés ne így működjön. A másik másik fele persze az, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozókkal, a hajléktalan ellátásban dolgozókkal, ugye azt is így hívjuk, és mégsem dehumanizáló szó, együtt kell működni a városnak, és hát a fővárosnak ebben óriási felelőssége van, hogy akit segítségre van szüksége, az kapjon is segítséget, kapjon fedelet a feje fölé, kapjon zuhányzási lehetőséget, kapjon tiszta ruhát, kapjon étkezési lehetőséget. Ennek egyébként az intézményrendszere többé-kevésbé megvan Budapesten, csak nagyon sokszor ezek az emberek nem jutnak el odáig, nincsenek összekapcsolva, vagy olyan szenvedélybetegségekkel élnek, amelyekben nem kapnak elő támogatást, akár drog, akár alkohol, vagy más egyéb problémák vannak, amik miatt nem jutnak el a szállókig. Tehát itt szerintem a BKK rendészetnek a feladata odáig terjed és odáig kell, hogy terjedjen, hogy a közösségi közlekedésről, a legfontosabb közösségi közlekedésről, összefüggő területekről érvényesítsük az utazási szabályokat és a békákkal szabályait, és ott, ott ne fogadjuk el azt, ami ami nem odavaló, És egyébként pedig ezeknek az embereknek a szociális ellátórendszerben dolgozók, szociális munkások segítségével próbáljunk meg segítséget adni, próbáljuk meg őket oda eljutatni, ahol kaphatnak segítséget. Ha pedig, ha pedig olyan élethelyzetben vannak, hogy a mai ellátórendszer nem tud rajtuk segíteni, ez főleg a szenvedélybetegségekben élők esetében problémás, ott pedig szerintem a fővárosnak van feladat a kapacitást bővíteni és célzott programokat indítani. Mivel itt ugye, egy karácsonygergeinek a nyilatkozatában a Pride is szóba jött, azt hagyj kérdeznem meg, hogy ugye azért van a Budapestnek több dimenziója. Többféleképpen lehet -e ezt hozzányúlni Budapestnek a kérdéséhez. Van egyrészt ugye a szervezettség kérdése, amiről ön elég sokat beszél a YouTube csatornáján is, elérhetőek egyébként ezek a, 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 a videók. És van egyfajta olyan kérdés Budapesttel kapcsolatban, hogy mégis milyen várost képzelünk el. És ugye itt a Pride-ot azért hozom ide, egyrészt mert karácsonygerge is úgymond a politikai értékválasztás, egy fontos témájaként tekint erre, illetve ugye ide beletehetnénk akár a turizmus kérdését, hogy milyen Budapestet akarunk. Tehát egyrésztről én nagyon hiszek abban, hogy ennek a városnak zöldnek és fenntarthatónak kell lennie, és a, a politikájában ebbe az irányba kell lépnie. Nagyon hiszek abban, hogy ennek egy, egy, egy nyitott és befogadó városnak kell lennie, amiben belefér az is, hogy a Pride-on, ha meghívják, ott van a főpolgármester, belefér, és bele kell férjen az is, hogy, hogy igenis, tudjuk, érezzük abban Budapest szerepét, hogy ha valaki Magyarországra jön egyetemistaként tanulni külföldről, akár más földrészekről, ha valaki Magyarországra jön kutatni, innovációs területen dolgozni, akár egy, egy szolgáltató központban dolgozni, az nagy esélye Budapestre fog jönni. Budapesten ma nagy számban vannak itt olyanok, élnek velünk olyanok, akik máshol születtek, lehet, hogy nem is beszélnek magyarul, de hozzáadott értéket teremtenek a, a magyar gazdaság számára, és örülünk annak, hogy ők itt velünk élnek Budapesten. Tehát Budapest egy mindig is sokszínűbb város volt, mint Magyarországnak sok más városa, és ez a XXI. században is az Európai Unió nyitott határai mentén a, 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 a világszinten versenyző egyetemi szféránk mellett, az egyre globalizálódó gazdaság mellett egyre inkább így van. Tehát Budapesten ez egy olyan helyzet, aminek az előnyeit kell megtalálnunk. És akkor még a turizmusban is uh, nyilván egy, egy globális turisztikai célponttá vált ez a város, és szerintem ez önmagában nem probléma. Itt is arra kell odafigyelni, hogy a helyieknek kárvalottjai legyenek. Hogy ne az történjen, hogy a budapestiként már az ember sem a pénztárcája miatt, sem a zsúfoltság miatt nem fér be a fürdőkbe ebbe a városba. Például. Tehát, hogy ezen például változtassunk, bővítsünk kapacitást, nyitva tartást, adjunk a helyieknek kedvezményeket. Tehát Szerintem nagyon fontos az, hogy a, 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 ezeket az adottságokat a város előnyére fordítsuk, úgy gazdasági, mint életminőségi szolgáltatási szempontból. És amiben azt gondolom, hogy még ugye két nagyon fontos elem van még, amit én kiemelnék. Az egyik, hogy én azért, hogy mondjam, hogy ez kiderült talán az előző blogból is, nagyon hiszek abban, hogy a rendnek van szerepe egy városban, ahol ennyi ember él együtt kis helyen, hiszen ettől jó egy város, és sokan élünk együtt kis helyen. Ott az együttélési szabályok betartatása és betartása, ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy a verseny is nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ez a főpolgármesteri kampány, más lett attól, hogy én elindultam. Ha most ez egy csak karácsony szent meccs lenne, akkor nyilván karácsony Gergely kizárólag a kormánynak a fejére olvasna a dolgokat, szent király valószínűleg ugyanolyan kampányt folytatna, mint most, de azért lényegesen kevesebb ügy esne, vagy szó esne Budapestről, az egyik Orbánozna, másik Gyurcsányozna, és menne a szokásos lemez. Ehhez képest számos szakpolitikai kérdést, például a békekkel rendészet ügyét tudtam a napi hozni, csak azzal, hogy elindultam ebben a kampányban. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy én nagyon hiszek a versenyben, úgy a politikában, mint az élet más területein is és azt gondolom, hogy számos olyan pontja van Budapestnek, ahol a magántőkét bevonva, versenyeztetve, igenis sokkal többet ki lehet ebből a városból hozni, mint ma. És azt gondolom még végül, hogy Budapestnek a nyitottságát, szabadságát azt a kulturális életben is tisztelnünk kell, meg kell őriznünk, sőt, gazdagítanunk kell, ezek a témák össze is függenek egymással. Szerintem Budapest turisztikai versenyképességében a nagy tartalékunk a kulturális területen van. Budapestet a városává tegyük, hogy a romkocsmákhoz képest még további magas kulturális, hozadott értékű turisztikai, kulturális programok gazdagítsák a várost. És persze a kultúra egyre inkább eléri azokat is, akik Budapestnek azon a területein élnek, azokon a részein élnek, ahol esetleg kisebb a kínálat. A programomban több ilyen elem is van. Szerepel benne a kultúrkupon bevezetése, egy tízezer forintos, alanyi jogon budapesti lakcíme rendelkezők számára járó olyan utalvány, kedvezménykártya, amivel a budapesti kulturális szabadidős programok, fürdők, állatkert és színházak artmozik lennének hozzáférhetők, és szerepel egy ilyen évkulturális kerülete program, ami bevallottan az év kulturális fővárosa európai programból van lemásolva, csak Budapestre applikálva, hogy Budapest külső kerületeiből pályázat alapján választjuk, hogy valamelyik legyen minden évben a, a kulturális kerület ennek a városnak, és mondjuk teszem, az Pesterzsébet megnyeri ezt, most csak példaként mondom az egyik évben, akkor ott legyenek új köztéri műalkotások, újítsuk fel, hogyha kell a művelődési házat, a Szabó Ervin könyvtárnak a helyi takkönyvtárát, vigyünk oda utcai fesztiválokat, mondjuk a Pesterzsébetről beszélünk, akkor a Kisduna partján legyenek kulturális programok egész nyáron, és próbáljuk meg a helyi kulturális kínálatot, közösségeket fejleszteni, építeni Budapestnek azon a körúton túli részén is, ahol egyébként a budapestieknek a négyötöde él ma. Így van, erre szerettem volna is rákérdezni itt a belváros és a külső kerületeknek az ellentétére, mert valóban azt látni, hogy sokszor, amikor azt mondjuk, hogy Budapest akkor arra gondolunk, amit a közepén van a belvárosra. Igen. És azokat a külső kerületeket, amelyekből meg egyébként az emberek bejárnak dolgozni, és akkor még ide egy picit egyébként belevenném a megyét is, mert hogy ugye vannak olyan részek, ahova pont a magas lakásárak miatt kénytelenek voltak kiköltözni az emberek, egyébként még valószínűleg magukat budapestiként is definiálják sokan, és onnan járnak be, és egyre nehezebb ez a helyzet. Nagyon fontos szerintem az, hogy Budapest külső kerületeire sokkal nagyobb figyelem jusson. Én azt érzem, hogy mind a kormány, mind a főváros a figyelmének szinte 100%-át a körúton belüli Budapestre szánja. Ha megnézzük a kormány legnagyobb beruházása, amit nem állítottak le, az a várnak a rehabilitációja, de a fontos centrum kórház beruházások, amik a budapestiek na, jelentős részét érintenék, a hévek fejlesztése, ezek mind láttak, amik pont a külső kerületeket és az agglomerációt érintenék. Hát karácsonygergeiknek ugye pedig az összes projekt, amit föl szoktak sorolni, a Lánchíd, a Blaha, én nem azt mondom, hogy ezekre nem voltak szükség, részt is vettem az előkészítésükbe ugye korábban, de sokkal nagyobb szükség lenne még arra is, hogy a külső városrészekbe Villamos villamosvonalak, útfelújítások történjenek, ezek pedig nem zajlottak le. Tehát itt is látszik egy nagyon erős belváros fókusz. Karácsony Gergely a következő ciklusra a legfontosabb beruházásként a Clark Ádám tér felújítását nevezte meg, amit hát kétszer építettek át az elmúlt tíz évben. Most újra átépíteni körforgalomból körforgalomá, ez tök felesleges. Lehet, hogy szokatlan dolog ilyet mondani egy fővárosi kampányban, de én előre megmondtam, hogy ha főpolgármester leszek, ezt a projektet le fogjuk állítani. Mindenki ennek tudatában szavazzon és helyette a külső városrészekbe fogjuk átirányítani ezeket a forrásokat, hogy ne megint a turista belvárosba költsünk el minden pénzt, hanem inkább rakjuk rendbe a kökit, rakjuk rendbe az ősvezértelét, hogy legyen akadálymentes, és ne tócsákáljanak napokig bármilyen kis eső után, legyenek zöldebbek ezek a csomópontok, legyen mozgó lépcső a Göncárpád város központnál, a volt Árpád hídmetrónál, az Újpest központi aluljáróba, legyenek mozgó lépcsők, és ne, tehát ott meg a világítás is olyan, hogy az ember egy krematóriumba érzi magát. Tehát tényleg ezek a nagy százezrek, milliók által használt külvárosi csomópontok olyan állapotban vannak, mint a 1983-ban lennénk, és azóta nem jut volna hozzá senki. Tehát a városnak el kell kezdenie nem csak a turizmussal érintett belső városrészekkel foglalkozni, nekem ez egy nagyon fontos célom és vállalásom ebben a kampányban. Azt mondta, hogy más lett attól a kampány, hogy ön színre lépett és beszállt ebbe a versenybe. Egyébként ezt más elemzők is osztják ezt a nézetet. Viszont attól is más lett a helyzet, hogy a Tiszapárt felé lett, vagy egyáltalán megjelent a belpolitikai szintéren, és ő ugye fővárosi listával is indul. Mennyire tartja ezt akár a saját listájára nézve? Most a veszélyes szó az lehet, hogy rossz ide, de kihívásnak. Nem tartom annak. Én azt látom, hogy Magyar Péter mozgalma leginkább azokat a szavazókat szólítja meg a fővárosban, akik, akik csalódottak az eddigi ellenzéki pártokban, akár a DKMSPP, akár a Momentumban, hát lényegében a Momentum összeszavazója úgy tűnik, hogy átállóban van Magyar Péter felé. Épp nemrég tett közé egy kutatást az Ávetsz Púzus, amelyik azt mutatja, hogy Tisza lista megjelenésével a vitézi lista nem, hogy vesztett volna még százalékot, hanem nőtt is a legutóbbi kutatásban, és a 16 százalék köré mért Magyar Péter féle lista az teljes egészében a DK-tól és a Momentumtól és a Kutyapártól vitte el szavazatokat tőlünk. Nem. Most én nem a közelmi kutatások van, hiszek, hogy azt az kell megnyerni, hanem a választást nyilván, tehát nyilván vannak fenntartásaim, de én azért azt gondolom, hogy, hogy nem, nem egymással kell nekünk megküzdeni ezen a fővárosi választáson leginkább. Azt látom, hogy Karácsony -Gergely egyszerre támad minket, most épp ahogy az adás kezdődött, láttam Karácsony Gergely posztját, amiben egyszerre Magyar Pétert és engem támad, és a jelöltjeinket, a listás jelöltjeinket PC-zi ki, most majd Magyar Péter megvédi a saját jelöltjeit, az nem hiszem, hogy az én dolgom lenne, de a, akit a mi listánkon kipécézett, én őt a legmesszebb menőkig megvédem Hútirai Borbálát, hiszen ő az egyik legsikeresebb, vagy hát a legsikeresebb elektromos automegosztónak a vezetője Budapesten a Gringónak. Szerintem a munkája magáért beszél, és, és, és egészen elképesztőnek tartom. Ahogy Karácsony Gergely vádaskodik mindenki más ellen, Karácsony Gergely azt a listát vezeti, ahol bejutó helyen Horváth Csaba, az uglói polgármester szerepel, aki jelen már nem is tudom, hogy hány korrupciós ügyben van jelenleg is folyamatban büntetőeljárás. Karácsony Gergely listáján ott van Lakos Imre, új Buda volt szabaddemokrata alpolgármestere, aki szintén ugye több ügy kapcsán ismert a közvélemény előtt, és akkor nem is sorolom tovább, hogy milyen a, a, a demszkérának érának a legsikertelenebb szocialista időszakát fémjelző politikusok követik Karácsony Gergelyt azon a listán. Tehát tényleg a DK és az MSZP listájának éléről kioktatni? olyan embereket, akik letettek valamit Budapesten az asztalra, akiknek van szakmai előéletük, akik ellen nem folyik büntetőeljárás ellentétben a saját kollégáival. Ez tényleg olyan szintű arcátlanság és olyan szintű kétségbeesést mutat Karácsony részéről, ami, ami, azt gondolom, hogy a, az ellenzéki szavazókban is fel kell, hogy ébreszze azt a gyanút, hogy egész egyszerűen itt egy Azáltal, hogy Gergelyt lényegében körbefonta és megette a Demokratikus Koalíció, itt a főpolgármesternek a mozgástere, az önállósága olyan fokú veszélyben van, hogy a következő ciklusban ezt így, ebben a formában folytatni nem lehet. Én szerintem ehhez képest többen állítanak most alternatívát a fővárosi listákon. A Kutyapárt is ezt próbálja, nyilván a TISZA is ezt próbálja. Én azt gondolom, hogy a mi listánknak azért van egy plusz hozzáadott értéke ezekhez a többi ajánlatokhoz képest, mert nekünk van főpolgármester jelöltünk is, ugye én vagyok az, és azt gondolom, hogy minden ilyen listás szavazásnál azért egy főpolgármester jelölt és a mögött álló lista együtt tudja azt az ajánlatot megjeleníteni, amivel tényleg változást lehet elérni, és a mi esetünkben áll fenn egyedül az a helyzet, hogy nem csak listánk van, nem csak jelöltünk van, hanem egy nagyon részletes és számon kérhető programunk is, amiről az eddigiekben is már beszéltünk. Azt mondta tegnap este az egyenes beszédben, hogy nem lehet Budapest kína játszótere. Ezt ugye a kínai államfőnek az ideérkezése most éppen aktuális ezekben a napokban és az itt léte. És ugye a Ferihegyi gyorsvasút terveivel kapcsolatban hangzott el ez a kijelentés. Beszélhetünk róla, hogy miért tartja egyébként problémásnak ezt a gyorsvasút tervet. Viszont engem jobban érdekelne azt, hogy egy főpolgármester hogyan tudja ha nem ért egyet egy ilyen tervvel, ezt valamilyen módon megakadályozni. Mert az látszik, hogy azért, ahogy beszéltünk is róla, Budapest Magyarországnak a része, Magyarországnak van egy kormánya, a kormánynak vannak tervei, érdekei, szándékai, néha látjuk, néha nem látjuk, hogy milyen a mozgatórugó mögött, de ha ők valamit elterveznek, és azt mondják, hogy Budapesten is ez is ez történjen, vagy Budapest körül, akkor a főpolgármesternek mi a mozgástere? Úgy itt két véglet van. Az egyik a jogi valóság, ami a, a, a a jogászkodásnak a véglete, amiből ugye azt is le lehet vezetni, hogy egy kétharmados hatalom holnap megszüntethetné a főpolgármestert és a fővárosi önkormányzatot, tehát magyarul jogi értelemben lényegében a főváros összes kérdését érintően korlátlan hatalma van egy kétharmados többségnek az országgyűlésben. A másik véglet ez a fajta ilyen csak politikai szemléletű mondás, ez a Budapest köztársaság és társai, amikor hát lényegében a valóság már nem is számít, csak Facebook posztokban megdöntik a kormányt minden héten, valamilyen ügyben, mindig ez az utolsó nagy harc, aztán ha nem sikerült, akkor majd jön a következő, és mindig az a kérdés csak, hogy összegyűlik -e ezer like vagy sem. A kettő között van szerintem valahol a valós mozgástér középtájt. Ami azt jelenti, hogy Szerintem, hogyha van a fővárosnak egy olyan vezetése, amelyik tud folyamatosan világos szakmai alternatívát, megoldást fölmutatni, mi lenne a helyes, ez kitartóan képviseli, és minden részbe befurakodik ezzel. Tehát ha bármelyik ilyen nagy projekt botladozni kezd, problémák vannak, akkor mindig fölmutatja, hogy mi lenne a helyes megoldás, kihasználja a jogi lehetőségeket, és akkor konfrontálódik a kormányal, amikor tényleg muszáj. Tehát nem azt csinálja, amit most Karácsony hogy tényleg minden nap, minden ügyben folyamatosan országos pártpolitikai harcot folytatnak, hanem kizárólag akkor, de akkor viszont annak teljes súlyával, ami a fővárosnak megvan, vállalja a konfliktust, amikor tényleg Budapest érdekei vannak veszélybe. Ebben a konkrét ügyben én azt látom, hogy hogy nem tudjuk pontosan, mit fog a kínai elnök bejelenteni Budapesten még. De ugye egy hete kering az a sajtóban, és a kormány nem cáfolta, tehát azért azt gondolom, hogy lehet valami alapja annak, hogy, hogy Kína szeretné megszerezni annak a jogát, hogy a repülőtéri közösségi közlekedési kiszolgálását ő intézze, építsen egy a vasúti hálózattól teljesen elkülönült új express luxus gyors a belvárosba, és, és ezzel elépítse annak a lehetőségét, hogy egy a tömegközlekedésbe integrált megoldás szülessen. Ugye voltak ilyen elképzelése a kínaiaknak már tíz éve is, tehát ezért gondolom, hogy azért valami alapjának lehet. Én azt gondolom, hogy ez minden létező szakmapolitikai, várospolitikai megfontolás szerint egy rossz javaslat. a városokban ez sehol nem működik sikeresen, Let többnyire nincs is, de ahol próbálkoztak ilyen el, ott sem működik sikeresen. Én nem állítom, hogy 25-30 milliós városokban nem élhet meg egy ilyen, Sánkhájban biztos ez egy jó megoldás, de, de nálunk a mi városméretünk mellett annak lenne értelme, hogy a reptértől nem messze haladó tömegközlekedési hálózatba, az ottani vasútvonalba bekössük a repteret, egy viszonylag rövid új pálya kiépítésével azok az elővárosi vonatok, intercity vonatok, zónázó vonatok, amik jönnek, szólnak Szeged, Kecskemét, Debrecen, a Ceglét felől, azok át tudnának haladni a kettes terminál alatt, és aztán visszaágáznának a meglévő vasútvonalba. Tehát a már ma is létező meglévő vonatok tudnának reptéren megállni, és óránként 8-10 alkalommal kapcsolatot biztosítani a nyugatiba, akár a déli körvasúton át Kelemföldre, hiszen az egy fontos új kapcsolat lesz, ezért is fontos a déli körvasút megépítése, amit szintén sokat kritizál Karácsony Gergely szerintem teljesen alaptalanul, zárója bezárva és, és egyébként pedig a vasúti főhálózaton Kelet-Magyarország, Dél-Magyarország fontos nagyvárosai is közvetlenül belenének kötve a reptérre. De ez ugye azt is jelenti, hogy a vasúti hálózatban, a MÁV hálózatában lenne bekötve a reptér. Hogyha a kínaiak építenek egy szigetüzemet, ami erre alkalmatlan, és abból profitot próbálnak csinálni, akkor ott sok ezer forintos jegyárakkal, ritkán közlekedő luxus express vonat lesz, és nem egy tömegközlekedési megoldás. Ha akár hova nézünk nyugat-európába, Amsterdamba, Bécsbe, Zürichbe, Frankfurtba, Barcelonába, Párizsba, mindenhol azt látjuk, hogy a reptereket a tömegközlekedési hálózatba integrálják be. Van, ahol metróval, van, ahol vasúttal, van, ahol mind a kettővel. Nálunk a vasút van ott legközelebb, azt lehet a legegyszerűbben bekapcsolni, de ezek az elkülönült megoldásoknak az ideje lejárt, illetve nagyon sok város eleve nem is valósított meg ilyeneket. Akkor egyébként ezen a szakaszon jelentősen kéne növelni a menetszámot, vagy a járat járatszámot, mert tapasztalatból tudom, hogy rendkívül zsúfolt ez a vonal, pont a Szolnoki Ceglédi vonal Budapest felé, reggel is meg délután Igen, is. Igen, de reggel nem jön egy repülőség. Tehát egyébként nagyon fontos az, amit mond. Ugyanis az a helyzet, hogy amikor a legzsúfoltabb mondjuk a reptéről befelé, akkor nem jön befelé senki, jóformán ma Ceglédről és Monorról, mert ezek a alvóvárosok. Ugye délután kettő körül van a legnagyobb reptéri érkező csúcs, meg az esti órákban. Amikor pedig a legtöbb ingázó használja ezt a vonalat, olyankor egy darab repülő nem jön még reggel hétkor Budapestre, az első repülők nyolc után érkeznek meg. E, ugye, amik Európába, Európa más városaiba reggel 6 körül szállnak föl. És ez azért fontos, mert meg lehet belőle érteni, hogy én meg kritizálom ezt az egészet. Mert hogyha építünk plusz két vágányt, akkor azon a plusz két vágányon reggel hétkor olyan vonat járjon, amivel az ingázóknak van sűrűbb közszolgálás, mert a reptére nincs senki, és aztán délben megjárjon olyan vonat, ami a reptéri utasoknak jó. De hogyha épül egy kínai express, akkor azon reggel 7.30-kor, amikor az egész város a legzsúfoltabb, senki nem lesz. Mert ki akar reggel 7.30-kor befelé jönni a városba a reptérről? Tehát, hogy épp ez a baj ezzel a tömegközlekedéstől elkülönült megoldásról, hogy úgy építünk marha drágán infrastruktúrát, amit így vagy úgy de ki kell fizetni, hogy a végén, amikor a legnagyobb igény lenne rá, olyankor nem fogja használni senki. Öm, Azért jó a tömegközlekedésbe integrált reptéri megoldás, ezt most az előbb nem mondtam el érvként, mert egyébként ennek hatására ugyanannyi pénzből még sűrűbben is tudnak járni az elővárosi vonatok Monor, Cegléd, a 18. kerület térségéből. Tehát emiatt kell kiállni szerintem, amellett, hogy ne kínai hitelből, hanem Európai Uniós forrásból épüljön ez, és ne luxus vonatként, hanem a tömegközlekedésbe integrált megoldásként. Nem tudjuk most ma, amikor ezt az adást felvesztük még, hogy mit jelent be Xi és Orbán Viktor, de én azt remélem, hogy ennek a reptéri vasútnak a ez a fiókjukban marad, és nem jelentik be, mert egy súlyos hiba lenne ezt az elkülönült reptili vasútat megcsinálni. No de ha bejelentik, és ön lesz a főpolgármester, akkor mit tud tenni? Mindenhol el fogom mondani, hogy milyen jó megoldás, és képviselni fogom, és a főváros minden rendelkezésre álló jogi eszközével ezt meg fogom tenni. Én, mire az előbb utaltam, tehát egyrésztről azt mondani, hogy jogilag ezt a főváros egy kétharmados hatalommal szemben meg tudja akadályozni, egész egyszerűen ez nem, nem lenne egy valós mondás, hiszen, ahogy mondtam is, a kétharmad bármit fölül tud írni, ami a főváros jogköre. Ugyanakkor az sem egy valós mondás, hogy majd Facebook posztokkal ezt meg fogjuk állítani én föladni sem szeretnék ilyeneket, meg azt sem szeretném mondani, hogy, hogy, biztos megoldjuk, én azt tudom ígérni, hogy azzal a fajta szakmai hozzáállással, ami, ami talán az előző válaszomból is igyekeztem, hogy látszódjon, én mindenhol el fogom mondani, mi lenne a helyes, és abban bízom, hogy Magyarországon ennek van azért súlya, van értelme, és igenis tud ez hatással lenni a kormány politikájára, hogyha ezt minél többen megértik, támogatják, és a közvélemény alakul. Szerintem kitartó munkával, igenis el lehet azt érni, hogy a kormányzat módosítson azon, hogyha valamit eltervezett, és, és fölvegyen egy olyan irányt, ami tarthatóbb és helyesebb. Szerintem ezt a munkát sokszor nem teszik bele, és aztán nincs is meg az eredménye. De ezzel én nem azt akarom állítani vagy ígérni, hogy a kormány minden tervét meg lehet akadályozni Budapesten, de ahol szakmailag a város számára hibás terv van, ott a legutolsó pontig, ameddig csak lehet ki kell állni, el kell mondani, és minden egyes jogi, szakmai eszközt igénybe kell venni, én ezt meg is fogom tenni. Beszéljünk akkor most itt ennél a pontnál a Maxi Dubajról, illetve majd a Kellenföldi kollégium vagy volt kollégium helyéről is beszélhetünk, de az talán kevésbé van benne egyébként a köztudatban vagy a nyilvánosságban, a Maxi Dubaj pedig már csak a neve miatt is olyan érdekes és figyelemfelkeltő, Igen. hogy mi lesz itt? ugye Rákos rendező egy fölhagyott vasúti rendezőpályaudvar a Budapest város a kellős közepén, ami nagyon régóta egy fejlesztés, potenciális fejlesztési terület, a MÁV már majdnem 30 éve nem használja ezt uh, rendezőpályaudvarként. Ezt mindenki tudta mindig is, hogy ez egy fejlesztési terület. Volt rá sok jó, meg rosszabb terv, az állam soha nem értékesítette. Tehát az, hogy miért nem történt eddig semmi, arról a mindenkori magyar kormány tehet egyedül, és Önmagában az, hogy nem történt semmi, és itt lerobbant állapotok vannak, tényleg egy rosda temető tele mindenféle eh, elhagyatott környezetekkel, de hogy, és szeméttel, de hogy ez így van, az egyrészt a mai tulajdonos felelőssége, a magyar államé, másrészt önmagában ez nem jelenti azt, hogy akkor csinálhatunk ott bármit, mert az jobb lesz. Mert hát, ha van egy félkerületnyi ingatlan vagyona valakinek, akkor önmagában azért, mert eddig nem csinált vele semmit, nem adja oda az első kerülnek aki szembe jön. Tehát itt szerintem nagyon fontos arról beszélni először, hogy mit kéne itt csinálni. Ahogy ezt a reptéri vasútnál is igyekeztem elmondani. Budapesten a két dologból, két dologból van igazán hiány. Az egyik minőségi idő eltöltésére alkalmas városi zöld felület park, a másik pedig megfizethető bérlakás, lakhatási kínálat. Nem épül elég ebből, és végképp nincsenek szolgálati lakásból elég. Azokban a hiány szakmákban, ahol nincsen elég munkavállaló, ápolók, ovonők, tanárok, szociális dolgozók, tömegközlekedési dolgozók, van egy szolgálati lakáshiány, és emellett van egy szociális bérlakás szektor probléma, hogy akiknek a lakhatásán valamilyen módon segíteni kellene, nekik sem tudnak az önkormányzatok. Na most, ha ezeket így együtt megnézzük, akkor lényegében erre a területre egy ilyen szemléletű fejlesztési tervet mi készítettünk korábban, és a főváros is készített korábban, ami alatt most itt a BFK-t, a Budapest Fejlesztési Központot értem, amit vezettem sokáig. És ezek a tervek nagyjából közösek voltak abban, hogy egyrészt álmodtak ide egy legalább 25 hektáros közparkot, egy olyan városi jelentőségi közparkot, ami kiszolgálná Angyalföldet, Rákospalotát, Újpestet, és álmodtak ide akár tízezer vagy annál is több olyan lakást, aminek egy része lehet piaci alapú lakhatás, tehát profit alapon fölépült ház, és egy jelentős része pedig olyan típusú vagy szolgálti lakás, vagy támogatott bérlakás, ami segít Budapest lakhatási válságának enyhítésében. Szerintem ez lenne a helyes. Én ezért fogok küzdeni. A jelenlegi terv nem erről szól, hanem a teljes területet odaadják arab befektetőknek, hogy ők azt építsenek ott, amit akarnak. Föl, kiemelik az összes építési szabály alól ezt a területet, az országgyűlés erről döntött, bármit megengednek, bármilyen magas és bármilyen funkciójú épület épülhet, épülhet ide. Én ezzel messze így nem értek egyet és az épületmagasság, hogy lesz-e itt felhőkarcoló, vagy nem, ennek a problémának csak egy kis szelete. A nagyobbik része az, hogy ha itt ilyen, ilyen vízumszerzési célú befektetési luxus lakások épülnek, esetleg egy luxus bevásárlóközpont épül, ilyet is lehetett hallani, az ezt a város nem egy jobb helyé fogja tenni. Tehát én azon leszek, hogy főpolgármesterként azon leszek minden erőmmel, hogy amekkora részét csak lehet ennek a területnek, szerezzük vissza arra, hogy ott olyan fejlesztés történjen, ami a város érdekét szolgálja. Hogy ez, ahogy az idő majd halad előre, mit jelent pontosan, ezt meg fogjuk látni. Én azért azt gondolom, hogy ez egy hosszú-hosszú évekig tartó vita lesz még. Ennek a területnek el kell végezni először a kármentesítését, és utána lehet itt bármit építeni, közben választások jönnek egyszer, kétszer, háromszor, parlamenti, újabb önkormányzati, szerintem mire itt érdemi építkezések lesznek, az még sok-sok-sok év múlva van, és szerintem nagyon fontos az, hogy a főváros Egyrészt persze kritizálja a tervet ott, ahol kell, és mindig mindenhol fölmutassa azt, hogy mit kéne építeni, mire van szüksége a városnak, mi lenne a jó megoldás. És egyébként, még egy mondatot, ha megenged, ez történik mondjuk Bécsben. Tehát Bécsben van ilyen típusú rendezőpályaudvar, amit épp most építenek be. Nordwest Bahnhofnak hívják, ha valaki szeretné, nyugodtan keressen Ott Bécs városa a helyi szövetségi államvasúttal, az ÖBB-vel és magánfejlesztőkkel együtt egy egész érdekes mixét építi szociális bérlakásoknak, szolgálti lakásoknak, kedvezményes lakásoknak, lesz ott piaci alapú, ha úgy tetszik, luxuslakás is, és egy nagyon érdekes, változatos új városnegyed jön létre, a közepén egy nagy közparkkal, autók nem is mehetnek be az egész negyedbe, csak a szélein, a garázsokba, egy gyalogos, kerékpáros villamossal látszó, teljesen zöld új városnegyed jön létre, felhőkarcolók nélkül. Én szerintem erre képesek lehetnénk mi is itt Magyarországon, csak ahhoz azt kéne, hogy ne egyszerűen mindenféle előírás nélkül eladják ezt a területet arab befektetőknek, hanem azt a munkát, amit egyébként már elkezdtünk, ezt, ezt el kell végezni, a közférának, a közérdek mentén kéne kitalálni, hogy ezt a várost mégis milyen irányba szeretnénk fejleszteni, és utána, amikor ez megvan, akkor kéne ehhez a tervhez bevonni befektetőket különböző tömbökre. Ez egy nagyon-nagyon más logika, mint ahogy ma ezt a kormány csinálja, vagy egyébként, ahogy a Kelenföldi kollégium kapcsán a főváros csinálja de látja ön e mögött a, a, logikát, vagy az indokot, az érdeket, hogy miért hoznak ilyen döntést, akár hogy odaadják, vagy eladják arab befektetőknek ezt a területet, ami mégiscsak Budapesten van, és hát az emberben kérdések merülnek föl, hogy na de miért? Ennyire kell a pénz a Szerintem ez a válasz. Hát a költségvetésnek, vagy annak az építőiparnak, amelyik nyilvánvalóan az egyik fontos gazdasági szereplője nem csak az országnak, hanem, hanem a, a kormány e, hátországának is. Én abban hiszek, még itt az értékválasztást kérdezte a műsor egy korábbi szakaszába, én egyetemen abban hiszek, hogy Budapestnek, és, és Magyarországnak is természetesen, de Budapestnek különösképpen e, a, a legjobb európai gyakorlatok szerint kell fejlődnie. Mi egy ízig-vérig európai múltú és európai jövőjű főváros vagyunk, és ebben a szemletben kellene ezt a várost fejleszteni. És valójában nagyon sokszor a feszültség ott van, hogy európai mintákat követünk, és a bécsi rosdövezet beépítést, a legjobb nyugat-európai vasútfejlesztési, hévfejlesztési gyakorlatot, közterületfejlesztési gyakorlatot követjük, vagy valahonnan importálunk egy, egy Budapesten idegen megoldást, akár Dubajból városfejlesztést, akár Kínából gyorsvasutat. Szerintem ez a feszültség már csak ebben a két témában is számon, vagy, vagy tetten érhető, de hogy egy korábbi példát mondjak, veszünk új korszerű klimatizált metrókat, vagy orosz felújított metrókocsikat teszünk a hármas metróra, ugye ebben nekem komoly vitám volt a kormányal is, és Tarlos Istvánnal is korábban. Na most, ugye, ha ezt így megnézzük, ezt a történetet, akkor a, a, akkor ebben szerintem van egy értékválasztási kérdés is. Én nagyon abban hiszek, hogy a legjobb európai gyakorlatok alapján érdemes Budapestet fejleszteni. És azt gondolom, hogy igen, az, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország nem fér hozzá, és ezáltal az építőiparnak a forrásai kiapadóban vannak, ez táplálja azt, hogy most kínai vagy arab érdekek ilyen módon tudják Budapest fejlesztését alakítani. Én azzal mélyen nem értek egyet, hogyha a magyar ellenzék azt gondolja, bármelyik része is azt gondolja, hogy azzal akár a saját helyzetén, de végképp az ország helyzetén javít, hogyha ahhoz asszisztál, vagy azt követeli, hogy Magyarország ne férjen hozzá az Európai Uniós forrásokhoz, mert annak ez lesz a vége. Én azon vagyok, azon is fogok dolgozni, és, és nagyon remélem, hogy a kormány is elkezd ezen minél nagyobb hatékonysággal dolgozni az Európai Uniós választások után újra, hogy Magyarország visszaszerezze és újra hozzáférjen az Európai Uniós forrásaihoz, mert ez lehet az az út, amin keresztül talán előbb bejuthatunk oda, hogy Maxi Dubai és kínai luxusvonat helyet európai szemléletű városfejlesztés történjen újra Budapesten. Na, de még itt a kelenföldi kollégiumnál, ahol ugye a főváros az eladó, ő, ő értékesíteni ezt a területet. Ugye itt, itt, ha most, ha én jól értettem, kicsit lecsupaszítva a történetet, a pénzről szól a dolog, kell kell a pénz. Na most említette az Európai Uniós forrásokat, Budapestől pedig az elmúlt években gyakran lehetett hallani azt az érvet, hogy miért nem jut több pénz erre vagy arra, mert hogy egyébként ők meg a kormányzattól nem kapnak annyit, vagy elvonások történtek. Hogyan látja egyébként, hogy az elmúlt években nem tudom, mekkora rálátása lehet erre? Az a forrás, amit Budapest kapott, azt lehetett volna jobban használni, vagy ki lehetett volna használni? Tehát, ha ön ugyanezt a mennyiségű pénzt kapná meg a kormányzattól, miután megválasztják főpolgármesternek, akkor meg tudnád tenni azokat az ígéreteket is, akár amelyeket ö, ö, tett? Ugye van, amit igen, a Békekkel Rendészetet létre tudnám hozni, a, a külső városrészeknek a jobb buszszolgáltatását létre tudnám hozni, azt, hogy legyen több fedett utasváró a buszmegállókban, ezt létre tudnám hozni, azt, hogy legyen rakparti sétány, ezt meg tudnám csinálni. Tehát vannak elemek, amikre egyértelműen az a válaszom, hogy igen. És nyilván vannak olyan nagyobb fejlesztések, ahol, ahogy egyébként Karácsongerge is ezt teszi, én arra feltételezésre tudom alapozni a következő öt év terveit, hogy elő vagy utóbb hozzáférünk az Európai Uniós forrásokhoz. Nyilván, hogyha nem, akkor az egy nagyon nehéz helyzet lesz a fejlesztések terén. Ha viszont igen, akkor vannak nagyon világos prioritás különbségek abban, amit Karácsony Gergely mond és én mondok. Például én sokkal fontosabbnak tartom a Rákóczi útnak a faltól történ történő rendbetételét. Tényleg az egy Elképesztően lerobbant hely ma, a betört kirakatokkal, hiányzó zebrákkal, hiányzó fasorral, szűk járdával, tényleg egy teljesen hátat fordít a város ma az egyik legfontosabb sugárótjának, hogy ezt rendbe tegyük, ezt fontosabbnak tartom, mint sok más karácsony Gergely által bejelentett intézkedést, vagy éppen, ahogy mondtam, én a Klarkádám tér helyett a külső városrészek csomópontjait tartanám például prioritásnak. Tehát nyilván az uniós források elköltése kapcsán a programom inkább a prioritások átrendezésében hoz szemléletet belváros helyett külváros, és a legégetőbb problémák megoldása az, ami számomra fontos. A Kelemföldi kollégium az inkább egy példa arra, hogy mennyire más szemléletben gondolkodunk a városról. És bizonyos szempontból arra, hogy Karácsony egy nagyon sokszor kritizálja a kormányt ezekben a városfejlesztési ügyekben, de aztán meg kicsiben ugyanazt csinálja. Ugye a diákváros kapcsán is megfogalmazott kritikákat joggal, én is kritizáltam azt az intézkedését a kormánynak, hogy lállították a diákváros építését, hiszen nincsen elég kollégiumi férőhely, ott is ugye egy kínai projekt a Fudán Egyetem miatt történt ez, amiből aztán nem lett semmi. És kritizálja a Maxi Dubajt is a főpolgármester, ahogy az előbb. válaszomból látszott, ebben elvileg nem vagyunk nagyon különböző véleményen. Na, de most mind a diákvárossal, mind a Maxi Dubajjal kapcsolatos kritikájával e, szembe megy, amit a Kelemföldön csinál. Kelemföldön a pályaudvar mellett közvetlenül ott van az egyik legnagyobb kollégium épülete Budapestnek, a megvárt volt e, kollégiuma. Töküres, tök üres, ki van ürítve, ma a reklámhálónak használja a főváros, amiről ugye Karácsony egyébként meg azt mondja, hogy majd levágja saját kezével az összes reklámhálót, mert azok elrondítják a várost ennek ellenére a főváros saját épületén lehet, de tekintsünk ettől el. Tehát ezt az épületet ma árusítják, Számomra azért elég gyanús módon pont május 17-én van ennek a beadási határideje, hogy ajánlatokat lehet erre tenni. Úgy tűnik nekem, mintha még a választások előtt nyílbe akarnák ütni ezt az üzletet. Tehát én ezért is kértem, hogy ezt ne csinálják a választásokig, ne adják el a főváros ingatlan vagyonát. Egy, kettő. Úgy árusítják ezt a telket, hogy semmilyen funkcionális előírás nincsen. Tehát kisebb méretben ugyan, de ugyanazt csinálják, mint a Maxi Dubajnál csinálja a kormány, hogy nem kötik meg, hogy itt mi épülhet, majd itt fog épülni megint egy hotel, egy bevásárlóközpont, egy irodaház kelemföldön, ahelyett, hogy egy ilyen értékes telket arra használnánk, hogy itt akár megfizethető bérlakásokat, akár kollégiumi férőhelyeket építenénk. Budapesten ma az a helyzet, hogy minden harmadik olyan felsőoktatásban tanuló diáknak, hallgatónak jut csak lakhatás, kollégiumi férőhely egész pontosan, akik vidékről vagy külföldről itt tanulnak a kétharmaduk, normál lakásokban lakik és keres valamilyen megoldást magának, ami persze aztán a végén azt okozza, hogy még inkább fölmennek az albérletárak, mert még nagyobb a kereslet. Tehát a kollégiumi férőhely hiány az a kétharmadát érinti a budapesti hallgatóknak. Éppen ezért a diákvárosra szükség lenne, szükség is van, és hibázott a kormány szerintem, amikor azt nem valósította meg. Na, de ugyanakkor meg a főváros most a legnagyobb kollégiumi épületét árusítja. Tehát azon a telken elférne 4000 kollégiumi férőhely, vagy 1000 megfizethető bérlakás, vagy a kettőnek bármilyen kombinációja. Én azt ígérem, azt vállalom, hogy ha addig nem adják el, akkor én nem fogom ezt így eladni, hanem inkább megpróbálunk magánfejlesztőket bevonni, és azon a telken létrehozni olyan kollégiumi férőhelyeket és bérlakásokat, amik segítenek Budapest lakhatási válságán. És itt akarom megragadni azt, hogy azért nagyon nagy szemléletbeli különbség van ebben két dologban. Egyrészt Ugye én nem az országos pártpolitikai csatatéret szeretném Budapestre hozni, engem nem az érdekel, hogy mindig mindenben leírjuk, hogy a kormány e, miért rossz, amit csinál, és aztán meg utána ugyanazt csináljuk a másik oldalon, hanem hanem az, hogy tényleg Budapest egy fenntartható módon fejlődjön. E, és azért ez egy nagyon különböző megközelítés. E, nem lehet egyszer a diákváros leállítása és a maxi dubaj miatt kritizálni a kormányt, majd eladni a kollégiumi férőhelyet, e, és e, szabadon átengedni a befektetőknek, hogy azt csinálnak egy ilyen helyen, amit akarnak. mert Mert a, a kettő együtt nem megy, ez az egyik. A másik pedig, hogy, hogy én, én, nagyon hiszek abban, hogy a magántőkével lehet együttműködésben fejleszteni ezt a várost. Amikor a BKK-t vezettem, lecseréltünk több száz buszt úgy, hogy Budapest akkoriban egy még a mai nál is eladósodottabb helyzetben volt, egy mai nál is rosszabb anyagi helyzetben volt. Mégis le tudtunk cserélni több száz buszt, mert bevontunk magánüzemeltetőket, akik buszjáratokat működtetnek, hoznak új buszt, az utas mit lát ebből? Ugyanúgy jó a bérlete, a jegye, ugyanolyan menetrend szerint jönnek, teljesen a tömegközlekedésben meg se tudjuk mondani, hogy melyik busz bkv és melyik nem. Utasként viszont le tudtuk cserélni a buszpark egy jelentős részét. Jó jártak az utasok, jó járt a város, és nyilván én nem tagadom egy percig se, jó jár az is, aki üzemelteti, hiszen nyilván nem e, jó szolgálatból vállalja ezt el, hanem neki van egy nyereség érdeke, de mégiscsak ezzel e, föl tud gyorsítani a buszpark cseréjét. Szerintem, és ez, tudom, hogy a mai magyar beszédmódban ez szokatlan, de én nagyon hiszek abban, hogy a piacgazdaság és a közféra tud együttműködésben létezni, és hát ez a város, ennek a városnak a történet erről szól. A teljes eklektikus budapesti belvárosi városszövet, amit ha végigsétálunk az András úton és fölnézünk a házakra, amit látunk, ez úgy jött létre, hogy a városnak a tervezését azt a közvégezte, a közmunkák tanácsában a miniszterelnök és a főpolgármester együtt, de aztán a magánberúkázók, magánbefektetők jöttek és építették fel a bérpalotákat, illetve azt a várost, amit ma imádunk és szeretünk. Miért vagyunk erre képtelenek a XXI. században? Tehát én azt gondolom, hogy igenis a városnak nem csak mindig minden ponton arról kell beszélni, hogy most a kormány adott elég pénzt, vagy nem. Ez egy fontos kérdés, és én is fogok erről beszélni főpolgármesterként. De azért az érme másik fele pedig az, hogy mégiscsak mennyi tőkét tudtunk bevonni ennek a városnak a fejlesztésére, és erről meg aztán egy darab szó sincs, mert ugye ehhez már dolgozni kéne, itt már nem elég a Facebook, és ez a munka nincs elvégezve ma. Nagyon szépen köszönöm. Vitézi Dávid volt a vendégünk az LMP és a Civilek főpolgármester jelölt. Köszönöm a meghívást.